Láttátok, kirúgtam. Várost ne hagyd ne, Pali. Nyomkövető. Várum. Elnézést, az útlevelemet megkaphatnám, Marika. Nein. Két hetente jelentkezik a Jobb Felső Pipa, a Mandiner és a Sportimádók fésületlen podcastja. Folyamatosan frissülő tartalmainkért pedig iratkozzanak fel a csatornánkra. Kezdjük. Na hát akkor ez itt a Jobb Felső, most már FIFA marad, mindenki szeretettel köszöntünk, ugyebár Tomi Levi és Szécsi Zoli, 300 olimpiai bajnok, kitűnő kapus. Van nekünk itt ugye, nyugodtan mondhatom, hogy napi szinten a labdarúgásban is benne jövő emberünk, köszönjük, van nekünk itt klubelnökünk, vízilabdáról van természetesen szó, úgyhogy nagyon-nagyon el leszünk látva most itt szakértőkkel, ugye? Na, bocsánat, szóval... a múltkor például kérdezte tőlem senki, hogy nem akarsz-e énekelni valamikor itt a műsorban. Nem. Ígértem, hogy megválaszolom. Igen. Egy gólt esetleg nem dobnál, most itt véletlenül hoztál magadra, ugye? Nem. És sem látom, hogy a sztárszakács úr valami komoly kérdést tesz fel. Egyébként én, tudod, hogy ügyesen akarnék kötni, akkor a vízilabdát a tornával úgy lehet egyeztetni, egy gerendás gyakorlatot. Ugye, igen. Na jó. Meg nálatok is van azért Jobb Felső Pipa, majd, hogy nem, ha valaki oda lő, ugye bár. Az kivétlen kedvencem. Az a kedvenced volt? Persze, olyan hosszú kezeid voltam. Hát akkor pláne neki kedvezője. Argentin kapus, aki nem tudom, a vízilabdások megcsinálták-e, a nagy beadásoknál leginkább szögletből kiment, és tudod, pincérbe így levette. Lemelt a laszt. Az csini. Burgájában van egy ilyen burgasz. Az más. Az én csak azokat az arcokat szeretem, amikor így tudod, kifogadt egyet. Tehát az valami egészen híres volt. És ezt most közelről láthatjuk, mert megjelent, és most már látható. Mi? A Nemzet Aranyai című csodálatos, ugye? Hol van? Nézzétek csak. Ott. Papesz mellett. Igen. Ott. Ja, igen. A fehér szakálmos. Szerzetesek, pirosban című akciófilm. Igen. Nagyon kemény arcotok van, és persze nyilván Benedek Tibi legelől, ami azt gondolom teljesen érthető. Na, túl vagyunk a premiéren, én is láttam ezt a fantasztikus, majdnem 2,5 órás filmet. Téged meglepett, amit láttál a moziban, vagy körülbelül erre számítottál? Nagyon jó a kérdés. Nem lepett meg. Tudom, azért ülök én itt. Én egy ilyen 40-50 órányi anyagban voltam szerintem jelen. Aha. Tehát nekem iszonyat nagy mélységet adott a maga a felvétel. Ezt a vágást én először láttam így életemben. Nekem nagyon tetszett, nagyon nagy hatással volt rám. Annyira pörgős és annyira jól vált, hogy nekem egyetlen egy dolog jelzi, hogy megy az idő, az pedig a hólyagom. Úgyhogy nyilván azért a kettő 2 óra 29 perc. Úgy kell beülni, hogy sem enni, sem inni. Nem szabad. Pláne egy vízcsobog. 50 óra egy kicsit ilyen több napos film. Tudod, de egyébként, most bocsánat, hogy nem akarlak szembe dicsérni, de annyit lehetne róluk simán 40-50 órás filmet, mert amit ti hoztatok így a világnak, Zoli és a többiek, az kájó. Tehát attól teljesen. Na jó, akkor menjünk egy picit visszább. Igen. A Netflixen egy sorozat. Most nagyon ráálltak, mert a nyelv az 200 óra fölött van. Aha. Ez belőle akkor. Tehát ugye azt hiszem a csak amit fölvettek mostanában, az volt ilyen az interjúk, az volt ilyen 100-110 óra között. Aha. Plusz ugye az archív, egyetlen egy baj van, hogy az archívot az másodpercben méri a NOB, és igen borsos áron. Hát az így van. A teljes büdzsének a felét a NOB kapta egyébként. Nagyon rendes dolgok, igen. Na. Hát igen, ebből aha. finanszírozzák ugye az olimpiát és a természetesen a sportdiplomatáknak az utazási költségeit. Forgassunk sajnos filmet. Nem az enyémet, én teljesen önerős vagyok. Én önerős sportsport, sportdiplomata vagyok. Ugye? Na, figyelj csak, tehát ugye nem az csak az, hogy Tibi van nyilván a képen legelől, hát nyilvánvalóan többször elmorzsolta nem is egy-két könycseppet, amikor ezek a jelenetek visszajöttek. Tibitől való búcsú szerinted elegendő itt a filmben, vagy nem akart egy ilyen szomorú fordulatot venni ez a dolog? Én azt egy picit talán hiányoltam. Hogy lehet tőle nem tudom. Búcsút venni? Ugye egyszer elbúcsúztunk tőle. Nyilván az öröksége az minden nap velünk van, tehát azért ő nem csak a vízben volt szellemi vezérünk, hanem utána is azért az egész utánpótlás képzést ő indította el. Nagyon sokat dolgoztunk egyébként közösen különböző protokollok kidolgozásán, szerintem a ugye Panni majd
következő pár évben azért gondozza is ennek, ennek az anyagnak valahogy a megjelentetését, a kiadását, hiszen a teljes jövőnk ott van náluk, és azért mi mindenképpen követjük őt. Uh-huh. Tehát könnyű volt az, amíg a Tibiért, mert nem kell gondolkozni, amerre ment, arra mentünk mi is. Igen, igen. Igen, és most annál nehezebb a fene egye meg. Na jó, figyelj, viszont egészen elképesztő pillanatok jöttek vissza. Nekem nagyon is, én emlékszem, hogy én ültem a Telesport stúdiójában, amikor 97-ben a Sevillai győzelem volt az EB-n, aztán utána ott voltam veletek Sydneyben, ott voltam Athénban. Ugye? Például? Igen. Szóval döbbenetes, hogy jöttek ki ezek a hangsúlyok. Nem tudom, neked például ebből a filmből szintén kijött az, hogy talán életed egyik legfontosabb üvöltözése volt, amit ott az athéni döntőben műveltél, mert ott hát a válogatás nélkül a szavakkal azért, de úgy tűnt, hogy felrásztad a fiúkat. Nézd, tök jó lenne arról beszélni, hogy életem egyik legfontosabb védése volt, de egyébként azt is bemutatják, csak a Hajdu B annyira nem ért hozzá, hogy azt a kettős hátrányban, azt a kása javára ért, holott én benyúltam a kása mögé és kivédtem. Na tessék! Ez abszolút helyre kell hozni. A Pistit szeretjük. A sorozatban ezt már mindenképpen helyre fogjuk tenni. Tehát ez így nem maradhat. Visszatérve, érdekes módon én ott ezt nem éreztem. Utána most, hogy meg volt vágva a három darab hátrány, ugye a plusz a kettős hátrány, igen. Ott látszódott, hogy úristen, mi munkába hajszoltam én bele a srácokat. Hát hál' Istennek, ugye lehúzták a hangodat már. Csak, de azért az artikulációban nagyjából ki lehet a szádról olvasni, hogy miket mondasz, miket üzensz nekik, de kellett. Igen, lágyítottak. Érdekes volt, mert valahogy úgy az volt az a pontja, hogyha ugyanarra abba az irányba megyünk tovább, akkor végünk van. Uh-huh. Tehát elmentek 3-0-ra, visszajöttünk, igen. Meccsben voltunk, 7-5, és a bosszantó az volt, ugye amikor én ezt mondtam, pont ugyanazt a hibát követtük el, uh-huh. amit egy támadással előtte. Uh-huh. Hál' Istennek a Szapics pont ugyanoda lőtte, és ezért ki is védtem. Uh-huh. Tehát, tudott ilyeneket egyébként. És azért jó lett volna ezt nem megismételni. Az, hogy ebből ekkora fordulat lesz védekezési elánban, én nem tudtam elképzelni. Tehát az, hogy ilyen tartalékok vannak még tényleg egy Kásás Tamásban, aki azt hiszem talán 8 percesek voltak még a negyedek akkor? Vagy akkor is 8 percesek voltak. Tehát ő addigra 7x32 percből 7x32-t játszott. Tehát ő neki a kispadról nem ment szálka a popójába. Nem. Nagyon kemény. Jó, meg hát ezek a Dénesféle híres kapuscserék, amikor ugye még Sydneyben ugye téged cserélt be Kózoli helyett, az a mondat egyébként az döbbenetes volt, hogy én ma szereztem neked egy érmet, te holnap ki fogod nekem színezni. Ez jó. Ez így volt, csak Zoli nem emlékszik jól, mert ezt nem a buszon mondtam, egyből az uszi után. Láttam, el volt kemőzve, azt mondja, hogy hát nem is tudom, hát akkor szerintem jobb lenne, ha te védenél holnap. Elfehérettem, mondom, hülye vagy? Hát, nem azért jöttem. Néző vagyok, most oké, beugrottam, de hát alapvetően ez a te olimpiád, úgyhogy csináld is. Ja, aztán persze Pekingben volt, hogy amikor téged cserélt le a Dénes. Nagyon nem szól a film arról, azért ott addigra már a klasszikus kínai vírus, amit éppen mikor minek hívnak, azt mi nem értjük, de a falukor, mi úgy hívtuk, azért az engem is elkapott, tehát ott azért az elődöntőn én 7-5-tel mentem be. Nem is úgy ment. És hál' Istennek a döntőre már úgy egész jó voltam. Nem vagyok benne biztos amúgy, hogy az egész meccset bírtam volna. Tehát ez egy másik kérdés. Ott addigra az úszók már elmentek, úgyhogy egy teljes toronyházat kaptunk, végén már csak a Madival voltunk ketten, aztán egyedül maradtam, ilyen kis elkülönítő karanténban. Uh-huh. A Dénes ezt nem tudta egyébként. Aha. Őt erről nem tájékoztattuk, ő csak azt látta, hogy hát nem úgy megy, ahogy. Kicsit uh-huh. rottyon vagytok, mi fiúk, egy kicsit fáradt. Hát ezért van az edző. Igen. Hát ezért van az edző. Hogy őszinték legyünk vele? mindig elmondunk mindent az edzőnek? Mindig elmondtok? Most fedd fel a tutit. Van az öltöző, meg vannak a barátságok, azok megbeszélik egymás között, és csak azt a részét kell elmondani, ami oda tartozik. Jól mondom, Zoli? Nekem az a srác, aki levitt engem az uszodába, az nagyon izgult, mert ugye 78-asként be volt írva a 76-osok meccsére, halába izgulta magát, és amikor eljött a pillanat, a Fradi pályán volt, nekifutásból ugrott egy szép nagyot, és azzal a lendülettel a dróthálót, drótkötelet, ami a hálót tartotta, ezt így megfejelte. Fú. Gyorsan behúzta a sapkát a fejébe, de ahogy följött, hát onnan már olyan rózsaszín volt a sisak, úgyhogy próbálta eltüntetni, hogy itt nem történt semmi, de le. Úgyhogy az nem volt egy jó beugrás. Szóval nem lehet azért minden. Na jó, hát figyelj, bizonyos szempontból mozisztárok lettetek, ez rendben is van, nem? Ez így van.
Ez furcsa érzés, mert pont a tegnapi EGRI vetítésen voltak Amerikából elég hosszú idő után hazatért magyarok, és azt mondták, hogy úristen, de jó, és akkor, hogy ezt vigyük ki, hát nyilván megcélozzuk Hollywoodot, de nekünk szerintem sokkal fontosabb tényleg Magyarország. Ami nagyon tetszik, hogy a fiatalok arcán, meg a visszajelzésekből azt láttam, hogy iszonyatosan motiváló számukra. Na végre. És lehet, hogy végre az influencerek egy részét lecseréljük valódi hősökre? Ustaram, de jó lenne. Ilyen nem lesz soha. Nem feltétlenül, de azt de mondom, azért hogy ez cél, más, ez komoly más cél. Sportág is, hála Istennek, azt mondta, hogy akkor ők foci, kézilabda, mindenképpen jönnek. Voltak kézilabda csapatok is a bemutatóin, találkoztam vele, vízilabda MTK csapatok. MTK is volt például tegnap a női kézilabda az arénában. Úgyhogy... Ez egy motivációs film lesz, valószínűleg. És azt gondolom, és egy nagyon fontos, hogy gyermekek irányítása kapcsán, hogy sportra engedjék sportolni. Nem kell feltétlenül mindenkiből olimpiai bajnokot belegondolni, hanem sportoljon. Ez talán egy közös üzenet. És talán olyan mondat nincs is a filmben, hogy anyukám azt mondta, hogy. Tehát itt a sportoló... Azt kivágták, nem csak igen, nálunk ez mindig veszekedés, tudod, amikor jön elnökként, jön hozzám egy 18-20 év közötti srác, és akkor az apukájával kell tárgyalnom. Mm. Mondom, hogy nára, hogy én a felnőtt csapatba igazolok valakit, nem a serdülőben, nem a gyerekben. Nekem na jó, ez egy nagyon érdekes dolog, erre vissza fogunk még térni, mert azért persze, hogy az ember klubvezető, és akkor az egészen másfajta felelősség. A mozisztárság is egy dolog, de képzeljétek el, hogy egy kicsit témát is váltsunk. Azért vannak olyan mozisztárok, akik klubvezetők. Mutatok itt nektek mindjárt kettőt. Például Ryan Reynolds, illetve Rob McElhenney, ők mind a ketten klubvezetők, és hát azért mondhatom, hogy mozisztárok talán, nem mind a kettőről, azt lehet mondani, különösképpen Ryan Reynoldsról. Mm-hmm. A Wrexham csapatát viszik, és méghozzá nagyon, azt kell mondom, kiemelkedően, mert és hogy a születési dátumom. Például a nagy presztízsű angol FA kupában a negyedik fordulóig jutott a csapat, ami igazán komoly bravúr, úgyhogy hát így néznek ők ki, képzeljétek el, egészen érdekes, nem? Hát ugye Jack Nicholson is tudjuk, hogy nagy NBA szurkoló, nem tudom, vannak-e részvényei egy dologban, ugye Elton John a Watfordnak ugye a támogatója is, és Ross Stewart, érted. Szóval, hogy így átad kocsingatnak így azért a színészi mozi világból azért a sportvilágból, ez érdekes, nem? Amit gyerekkorban nem kaphattak meg azt a bizonyos lehetőséget, hogy ingyen bemenjenek egy foci meccsre, ezért vesznek egy klubot. Én gyanítom, hogy ez a gyermekkorból itt maradt valami, hogy vagy szerettek foci, vagy ott játszottak, vagy valamilyen kapcsolódási ponton, és akkor megvásárolják. Hát például kevesen tudjátok, hogy a Budafoknak az egyik fő támogatója egy Ausztráliában élő magyar, aki megfogadta, hogyha egyszer tehetős lesz, igen, mert Budafokon cseperelett fel, akkor fog segíteni, akármik, hol lesz a Budafok. És be is szállt a klubba. És megnyeri a MOL magyar kupát. Hát van, szerintem 97%. Tessék. Na, ugye, ha tehetős leszel, Tomi, te kit fogsz támogatni? Ha tehetős leszek, akkor már átgondolom, jó? De az nem most lesz. Azért mondom, az melyik még... életben? Na jó, van. Na jó, figyeljétek, és képzeljétek el, van olyan, aki kombinálja a kettőt. Tehát ő mozisztár is egyben, és egyben aktív játékos is. Egy érdekes csávó, Ben Fosterről beszélünk. Egyébként Manchester Unitedben is védett, illetve az angol válogatottban. Igen. Képzeljétek el, ez a csávó, ez halálos. Az azt csinálja, hogy egy GoPro kamerát gyakorlatilag majd, hogy nem hozzá ragasztotta a kis, hát tenyeréhez nem tud, mert ott a kapuskesztyű is ott van. Én nem tudom egyébként, ez szabályos-e. Nem. Mindenhova beviszi. De olyan szinten beviszi a meccs közben, például bekapja a potyagolt, érted? És amíg hagyja el a fél időbe a pályát, már mesél élőben a követőinek. Na, tudod, egy millió követője van. Zoli, nálatok egy millió követője van. Hát figyelj, ez a youtuberség, igaz? Ez a youtuber. Na itt, és mondja. És magyarázza a bizonyítványát. Wow. Tudom, hogy ennyire pálya közeli, én ezt nem adod? Csak védeni nehéz egy kézzel. Tehát, igen. Közben veszik GoPro-val, akkor nehezebb. Nézd, nálam mindenképpen a GoPro kell, mert vízállónak kellene. Egy-kettő. Azért ő leadott egy szintet. Tehát a Man Unitedből, ugye a tudásához képest most egy picit lejjebb van, azért, hogy bohóckodhasson. Ez egy korrekt üzlet. Azt mondod, hogy rendben van? De te mit szólnál, valaki nálad ezzel próbálkozna a klubodban, hogy mondjuk fájna, hogy mi ezen a szinten vagyunk.
Nálunk talán gyorsabb a játék, tehát a fociban azért egy jó kirúgás után azért van az embernek egy ilyen minimum 30-40 másodperc nálunk. Az érdekes, hogy kirúgja, láttátok, kirúgtam. Ne, hogyha láttad, kézzetek, volt egy olyan meccs, hogy embertelen köd, meg nagyon rossz időjárás volt, és nem volt olyan nagyon hajtós a derbi, és a kapu is ugye az egyik kapu van állt, és addig se támadtak nagyon a csapatok, de hát egy perce semmi, két perc. Mi van, 5 perc, nem ment támadásra. És így lassan, nagyon nagy köd volt, nem látta, hogy mi történik, és lassan ment előre, tehát ott figyelt, hallott hangokat, tehát hol vannak? És egyre inkább ment a középpálya, ott sincs, átment az egész pályán, már lefújták a meccset, és már senki nem ott a pályán. Mi történt? Ugye utána ment, úgyhogy ha nem lendületes a meccs, akkor ráfér. És pillanat, labda. Hadd mondjam el. Ez a hülye fogja rúgni a 11-es, nézd csak, jobb lábas, akkor erre megyek. 11-es jött oda menni, mit üzensz a rajongóinak? Az biztos, hogy kibillentett. Nekem ez tetszik, ez jó. Igen. Én nem tudom például, hogy azért ez elférne mondjuk például a dárdai féle Hertában, a Berlinben, de biztos, az biztos, ugye, ha azt mondjuk, hogy a vízilabda szövetségi kapitány, akkor Kemény Dénes jut az eszünkbe, ha azt mondjuk, ugye, hogy Hertha Berlin és edző, akkor Dárdai Pál, és ez nem csak nekünk jut az eszünkbe egyébként, hanem folyamatosan ugye a klubvezetőknek állandóan eszébe jut Dárdai Pál, pláne, ha vészhelyzet van, mint például most is, mikor meg kell menteni a kieséstől a Berlint, akkor mindig utána nyúlnak Palinak, hogy gyere, gyorsan, gyere vissza. Palinak nincs egy ópója. Ő pedig ugye, tiszteltem miniszter, ugye Lázár János, más verseny. 7. helyzet, de a fiatal kiadás, de hogy itt megvan a kis kaján mosoly. Mert a kapus vette őket GoPro-val közben innen oldalról, szerintem ez lehet ez. Vagy szülinapon is fújja a gyertyát. Egy stukot adjál már. A Hertha a Szurgent lalibája, aki ugye emlékeztek, hogyha a Kispest gondoltak, akkor mindig beugrott. Vagy utána Trezike. A legnagyobb. Szerintem megment. Az nekem nem szimpatikus, olvastam a cikket, hogy egy kicsit magyar betegség, na jó, de mennyit kap? És miért kap annyit, hogyha? És hát nem teljesen mindegy, hogy mennyi pénzt kap a bentartja helyet. Tehát ki az, aki ezt meg tudná csinálni? 1, 2, ugye, csipkebokor, 3 pedig korán sem biztos, hogy bentartja. Mindegy, hogy mennyi pénzt kap, nem tartja bent. De azért amúgy tök jó, hogyha úgy van egy szerződésed, mint neki, hogy 10 éve folyamatos a Hertával, tehát soha nem lett kirúgva, bármikor visszamehet. Tehát nem egy kis csiki-csuki, érted? Egy ilyen kis csiki-csuki. Ha kell a bajban, gyere, ha egyébként nem, akkor meg csak úgy állomáshozzál, és akkor is stand-by-ba. Hát én biztos voltam benne, hogy ne hagyd el, tudod, így engedik. Várost ne hagyd el, Palin. Nyomkövető van. Na mindegy, Az útlevelemet megkaphatnám, Marika. Igen, mint hogy most elmondnád, hogy 1 millióért lépsz. Illetve, hogy mindegy, tehát, hogy van egy gázsid. Ugye? Annyira nem megyek. De ő miért csak a felét kap? Azért, mert mit tudni. Barátság van. Városi bemondó vagyok, gyerek. A híres fővárosi bemondó, a híres fővárosi táncdal. Híres, és a híres. Hát elnézést, azért Szécsi Páról se feledkezünk. Szécsi Pál, az igaz. Mondjuk el a nézőknek, jó, hogy a Zoli az ül. Tehát nem... Igen. Várjál, de az a baj, hogy én is. Tehát így azért éppen rálátok a fejére. Biztos van itt egy kalantyú, csak én nem találtam meg. Ez az ülési sebességem. Itt vagyok. És az utazó. Na mindegy, azért még egy picit térjünk vissza Dárdaira. Már csak azért is, mert megtalálták, igen, csak egy percre, mert ez nagyon érdekes dolog. Megtalálták, hogy az a kapcsolatban, hogy nem csak azt mondta, hogy a fiatal, mostani felnövekvő generációnak szeretné megadni a lehetőséget, hogy bennmaradjanak és lássák, de egyben azt is mondták, hogy jó, hát de persze ott játszik a fiad, nyilván miatta mentél vissza, kicsit túl sokat rakott be a csapatba, és nagyon kibukott ezen, és ezt mondta, nézzétek csak, hogy ha valaki irigy, az fektessen sokat a gyerekeibe, vegyen labdákat, nyírja a füvet. Senki ne legyen irigy, küzdeni kell, azért segítek, mert a gyerekeim is ebben a klubban játszanak, de a többi akadémista is olyan, mintha a fiaim lennének. Fektessünk a gyerekeinkbe? Fektessünk, nem? Azért szerintem ez elég fontos. Elég csapda helyzetben vagyok, mert nekem van egy egész ügyes nagyfiam. Én tudom, azért nézek így rá. Átigazolási szezonban van, úgyhogy folyamatos fejvakarásban telik az elmúlt 1-2 hónap, és nyilván azért ebben benne van esetleg egy rövid egri kitérő is. Na, és akkor mi van, hogy az ember a saját klubjához szerződteti a saját gyerekét? Nem szerencsés. Nyilván nem szerencsés, csak aztán tudod, van olyan helyzet, amikor mindenki szempontjából egy jó helyzet lehet, és akkor azt meg butaság kihagyni. Így van.
nézd, ha nem mászom... Na, akkor melyik ujjadba fogsz harapni? Tehát korrekt klubvezető leszel, vagy jó fejapa? Hál' Istennek, nekem ez egyel könnyebb, mint a Dárdainak, mert nem közvetlen felettese vagyok. Tehát köztünk van egy vezetőedző, így van. Akit én azért fizetek, azért hogy helyzet. A fiatalokból igen. Kitapossa a maximális teljesítményt és a legjobbat. Nem azért, hogy szeressék. Aha. Volt ebből egy kis konfliktus, hogy elkezdtek panaszkodni rá, és mondtam, hogy jó, csak azóta három szintet léptél előre, minden meccsen ott van neved mellett egy kettes meg egy hármas, akkor mit mondjak? Akkor most az jó az edző, majd vagy nem jó alá az is. Soha nem szerencsés, mikor az apa és a gyermeke együtt dolgozik ennyire szorosan. Gondoljunk bele Albert Flóriánra. Ugye a kis Flóri, ugye nekem jó barátom a Flores, talán mondhatom, mert így hívják a Flóri, a kis Flóri, pedig hát ő ugye már azért meg egy érett apa, ő is, és hát azt kell mondanom, hogy ő az egész életét úgy töltött a pályán, hogy akármikor csinált egy rossz mozdulatot, akkor legyintettek rá, hogy na hát ez hol van az apjától, és állandóan ez a nyomáskényszer az, hogy ő Albert Flóriának a fia, tehát ő nem ő hát saját maga, kis Flóri. Állandó probléma. A sportdinasztiáknál. Most akkor nálatok ez hogy áll ez a kérdés? Nálunk hál' Istennek nem összehasonlítható az alma a körtével, bár mindkettő gyümölcs. Én ugye kapus voltam, Marci meg center. Tehát ebből a szempontból nem fogják azt mondani, hogy ezt bezzeg apát kivédte volna, mert ha Marci kivédi, akkor az extra. Neki az a dolga, hogy belülje. Úgyhogy ez viszonylag egyszerű. Én azért Egerben láttam már sok ilyen szülő-fia generációt ott helyben felnőni. Nyilván az időtényező sem mindegy, hogy ez hány évig tart. Egyébként szenzációs anekdoták és legendák születnek. Hát ha mondanám, hogy mit mondott apuka a fiának, akkor csak síp szép. Síp. Hazaviszi a kérdéseket? Meg a meccs jó, hát ez nyilván nem egy könnyű örökség, de hát azért csak ezeknek a bajnokoknak is születnek gyerekei, hogyne? Akik általában sportolni szoknak, és akkor miért is ne vigye tovább a tehetségét. Volt olyan kapcsolatom, ahol a lány, ugye, az anyukájának volt a tanítványa a suliban. Nem lehetett más, abban az osztályban. Igen, értem. Nem volt más. Könnyű. Na most ott mit csinál? Ha ötös kap, akkor na hát persze. Szerencsére van egy olyan, hogy azért nem esik messze a gyerek a fájától, tehát az a mennyiségű meccs, amit én nézek, az óhatatlanul kihat a gyerekekre. Tehát a játékértésben, játékintelligenciában ez mind a kettőben kijön, hogy lehet, hogy Marci, vagy akár Zénó is több meccset látott, mint egy OB1-es játék. Nagyon valószínű. Na, egyébként, ha már névetbajnokság és magyar szereplők, ugye múltkor mi kiadtuk Szoboszlai Dominik útját, mondtuk, hogy menjen Lőzsot miatt ugye a Bayern Münchenhez. Hát nem tudom. Azért ez a nyitó szereplése, ugye Tuchelnek és Lőzsolnak ugye itt a BL-ben, azért ez nem volt annyira szívderítő ezzel a 3-0-val, vagy utána az 1-1-jel. Ez a kép. Mindenkiről előnyös, nehéz azért három. Igen. Szóval mi történt ott a fiúkkal? Vagy most, mert azért azt kell mondanom, ugye az előző edzőnél ez 100%-os volt a BL teljesítménye. Teljes szakmai kapkodás, teljesen indoklatlan szakmai kapkodás, teljesen indoklatlan edzőcsere, teljesen indoklatlan. Itt valami nagyon bűzlik. Van a háttérben. Igen, itt bűzlik. Én azt mondtam, hogy koncepcióváltás van, mert át fogják nevezni őket Bayern Hünchenre. Az simán benne van. Hát figyelj, elképesztő, tehát hogy a világ labdarúgásában is ez előfordul. Ugye a Barcelonánál is voltak a vezető problémák. Igen. A Bayern Münchennél úgy néz ki, van jelen pillanat a vezetőből. Én nem tudom elképzelni, hogy ez a vezetőség maradna. Nem tudom elképzelni. Én vezetőség vagy az edzőistát? A vezetőség. Az edzőistát frissen került oda? Tudod, hogyha a madámot lecserélik, attól még nem lesznek szebbek a lányok. Ez így van. De nem, ez egy tehát jogos. A csapatépítés azért nyilván össze is kell pakolni azt. Hogyne. Hogy ki kivel, tehát egyrészt milyen egyéni kvalitásai van. Van a mai élsportnak, a mai, hogy mondjam, elsősorban ugye professzionális sportnak, ahol ekkora pénzek forrónak kockán, türelme? Tehát ugye tudjuk itt az átlagot a magyar, hogy egyáltalán az eredményközpontoság mellett ki lehet várni azt, hogy Tuchel és Löw Zsolt valóban a saját filozófiáját majd valamilyen szinten bevezesse itt a Münchenhez. Hát nyilván ők nem is az átigazolási szezonban érkeztek. Persze. Tehát ők igen. Most, féltek most egyébként, ugye, hogy Tuchel valóban máshova aláír, ezért kirúgták gyorsan Nagelsmannt. Még
csak kereket se cserélhetnek, beülnek azt 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, nyomod a gáz, tehát ennyit tudnak csinálni. Igen. Azért ez, szerintem ennyi türelem mindenképpen, hogy kell legyen. Persze. Majd amikor összeállítja a saját csapatát, ami azért saját minden keretét, edzőnek, minden edzőnek van egy arca, és a csapata azt tükrözi, ha a kettő nem passzol, akkor ott azért bajok vannak. Ez egyértelmű. Szeptembertől. Ugye akkor még egy Oktoberfest, tehát igen, novembertől. Igen, nem csak az eredménykényszer van, de igen, az is van szerintem, hogy leginkább látványos játékkényszer. Pont ja, a Münchennél is ez volt, igen. A nagy csapatoknak mondjuk a top 10-nél. Nem nyerhetsz 5 meccset 1-0-ra, mert nem azért. Hát azért ez volt a gond a Nagelsmannnal, ugye jól tudom, tehát ebbe kötöttek bele a vezetőség, hogy nem látványos futballt játszik. Na jó, de hát például ilyen 100%-os teljesítmény nyújtott. Szerződésben mit írunk bele? Hát pontosan. Tehát a látványosan is, meg nyerjünk is, az nem mindig megy. Hát nem vállalom, jó? Igen, tehát igen. Valamelyiket a kettő között. Tehát gyönyörűen lehet kikapni, az oké, az van leírva a szerződésben, nem baj, ha kikapsz, csak szép legyen. Hát az sokáig latin focit ezért imádtuk. Én tényleg nagyon szépen ütöm az autókat. És mi azt mondta, hogy Levi, így ember még nem hibázik. Olyan szép. Gyönyörűen kivezetett, beúzod a tenyeret, nem lehetne 20-30 centivel beljebb, vagy fél méterre? Én azt szeretném. Na, akkor próbáld meg. Olyan szép ez a fonák, egy méteres autó. Igen, nekem Tiba Peti barátom dicsérte meg nagyon az egyik bekünket, hogy nyugi, benne leszel a hétvégi összefoglalóban, mert rólad lőtték a legszebb gólt ma. Igen, van ez így. Vagy tudod, amikor a meccs után hazajönnek, fú, nagyon jó játszott, ilyen régen játszott, oké, mely lett ez egy 0-6 tűröt? Lőttem gólt, de öngólt. Hát igen, és botladozik ez a szegény München, botladozik a mi Ferencvárosunk is, ugye a te kedvenc egyébként pont éppen a Kispest ellenséget, honvédelmet sikerült azért nyernie. Miért csúcsformát mutat a Zöldfehér csapat? Én azt gondolom, most a vége van a kettős terelésnek, én úgy gondolom, most jól játszottunk 3-0. Ekológott a nyelvük, az volt a probléma? De miért minket kellett megverni 3-0-ra? Hát, előtte 5 meccset nem tudtatok. Hát azért, mert már nem volt másik mérkőzés, volt idő felkészülni. Biztos hallottátok, ugye, hogy Szendrei Zsolt Károly, aki a hangos bemondó igen, feladatát látja, ő azt mondta, hogy megkérem az MB2-be tartó vendégszurkolókat, hogy maradjanak a szektorukban, üzenek. Na jó, jó vagyok a Szaszában, hogyha innen üzennék, akkor én is. Mennyi időnk van sipolás? Amennyit akarsz. Ne, nagyon jó barátom. Ne. Figyelj, én bírom, amikor, tehát, ha valami tartalmas, persze, jó humor. Tartalmas marás, azt én adom. Tehát persze, ez a savazás, azt szerintem mindenki az alapja. Egyébként ma dől el a sorsotok, azt tudod? Ma nagyon fontos meccs van. Ugye most péntek van, amikor ezt a kis felvételt csináljuk. Igen. Ma nyerni fogunk, de az, tehát, úgy gondolom, hogy a Mólfehérben nem eshet ki valami miatt, ez úgy bennem van. De hát akkor még ott van Zalán. De miért nem gondolod ezt? Hát az, itt már mindenki olyan nagy múltú klub. De akkor is, mert szerinted ebbe belenyúlnak őszintén? Én ezt nem mondtam. Valami miatt úgy gondolom, hogy nem eshet ki. Na, figyelj, ha a Honvéd név ott marad, akkor szerintem ezt meg kell beszélni, hogy akkor bővítsék az NB1-et 13-14-re. Hát a Honvéd az nem eshet ki. Nem eshet ki? Jó, hát nem tudom. Okay. Egyébként visszatérve még az a csapatos helyzetben, meg pláne. Ez meg volt csak az UTA nem eshet még ki az NB1? Minden más csapat már volt NB2? Mm-hmm. Bocsánat, mi egyébként még kizártak. Az most mindegy részletkérdés, fiam. Igen, de voltál távol a első. Kubatov Gábor meg azt mondta, hogy gyáváknak egyébként nem jár az aranyérem, úgyhogy megvédte bizonyos szempontból ezt a kis nehézkes időszakot, mert így gondolja. Maximálisan, nézd, van ez a Maé nevű játékosunk, akire ránézek és nem szeretem, tehát így finoman fogalmaztam, jó? Tehát ez a Kicsit úgy érzed, hogy flegmatikus? Nagyon flegma. Nincs benne semmi alázat, pedig egyébként jó helyen van nála a labda. Soha nem viszik el komolyabb csapathoz, éppen emiatt, mert nincs benne ez a szenvedély, ami a sporthoz kötelező. Nincs benne az, hogy én nyerni akarok, nem érzékelem ezt. Persze most oké, most a Honvéd ellen betalált, örülünk ebből a szempontból neki, de mit jelent ez? Pont semmit. Tehát a mai típusú játékosok ezek kiverik a biztosítékot nálunk Ferencváros érzelműeknél. Hiába egyszer betalál, vagy elég sokszor betalált, mondjuk, de azért vannak olyan játékosok, mint a Tokmak például, akit ugye kikezdett a közönség, hogy már jól lakott, már megkapta a pénzt, nem tudom mi, de azért a Tokmak azért futballista. Tehát a kettő között azért van azért árnyalati különbség. Na jó, hát ha kiveri a biztosítékot, ugye a flegmatikus dolog, akkor azt gondolom... A bírósra mit mondjuk? Ez jó. Ráadásul ő aztán mindig oda tette magát. Az maximálisan. Sőt, akkor nem volt flegma, amikor azt vette észre, hogy valaki nem.
Aha. Igen. Hű, akkor nem szívesen, nem tette zsebre. Mi, amit ő mondott? Na jó, de akkor abban a pillanatban, amikor mondjuk Lisztes Krisztián fia áll be, és ő szerez két gólt, akkor azért a szívecskédnek azért egy kicsit kedvesebb, nem? Nekem, amikor egy hazai nevelésű játékos. Nem volt játékosom a Lisztes Krisztián, amikor a Reachoz kerültem életem első friss diplomásként az NB1-es padra, akkor a Krisztián ott volt még a keretben. Sajnos akkor ő Németországban már megkeresték. Már ő az apuka. És, igen. És a Krisztián nagyon jó barátom, én nagyon szeretem őt, mint játékos is nagyon szerettem, soha nem felejtem el, amikor Newcastle ellen 3-2-re nyertünk, és 2 gólt ugott ugye ő a Krisztián, és mikor betette Csercseszov végre ezt a fiatal magyar, én nem láttam a Krisztiánnak a fiát játszani korábban, csak láttam a padon, és ott láttam már. És ez egyébként egy bátor dolog, a fiatalokat valóban betenni? Rögtön az első pillanat, 2 méterről mellé rugott egy labdát, de az egy olyan helyzet, kiszorított helyzet, nem volt, nagyon nehéz lett volna berúgni, és rá rugott 2 gyönyörű gólt. És bocsánat, és akkor ekkor tettem fel ezt a kérdést magamnak hangosan, hogy akkor mivel ér kevesebbet az ifjabb Lisztes Krisztián a Maénál, aki ott rágózik, és mondjuk adott esetben beállna, és nem feltétlenül talál be. Minden esetben. Mit válaszoltál? Azt mondtad magamnak, hogy azért ne nézzük le a magyar utánpótlásban lévő tehetségeket, viszont valamit nagyon rosszul csinálunk a magyar labdarúgásban, hogy ezek a tehetségek nem tudnak igazából, most van tisztelt a kivételek, akik külföldön kikerültek, rendben vannak, és játszanak. Most őszinte, a Sallói, a Sallai, de mindenki játszik. Igen. A Szoboszlainról ide is beszéljünk. Tehát azért van ne, jó példa. Nekem nagyon nagy vitám az, hogy a TAO rendszernek hála van egy, szerintem minden TAO sportágban kifejezetten jó képzésünk. Nagyon jól eljutunk, és egyre jobb eredményeket érünk el utánpótlás versenyeken. És onnan a felnőttbe való átugrás valahol elcsúszik, elveszik, és itt fantasztikus elméletek is így vannak. Hál' Istennek azért a Covid ebben kényszerpályára rakott, úgyhogy akinek van tehetséges fiatalja, az berakta. Aha. És én azért annyit mondtam, hogy egy picit visszaemlékszünk saját magunkra, mi ifi első vagy második évében már játszottunk felnőttben. Uh-huh. És megszoktuk. És a bátorság, hogy be kell tenni a fiatalokat. Egyrészt a bátorság, a másik, ha nem teszed be, kinyírtad. Nagyon egyszerű. Pontosan. Ha 22 éves korára felépítettél egy játékost, és minden tud, amit a kis FIFA menedzserben fölhúzogattál potmétereket, berakod, ott fogja magát összeszarni. Miért? Mert az a meccs, neki minden. Az a teljes stressz. Pontosan. Ha 16 évesen teszed be, akkor ennyi a meccs, ennyi a hétfői matek doga, a keddi bőri, plusz ott lesz majd az érettségi, meg az jó lenne valahol egy csajt is lőni, mert még az sincsen. Egyre összefoglaltad, tehát erősen. Igen. Abszolút. És ott, hogyha kihagyja valaki az icert, hát Big Deal, akkor lesz más. Igen, Rashfordnál is ez volt, a Manchester United, aki most kikapott, hogy ott is az volt, nagyon fiatal, 18 évesen már ott volt a Unitedben, és kapta a meccseket, jött a rutin, és már nem, most már látod, most már kvázi könnyedén játszik, mert nincs benne az a feszültség. Az első nagy teszteken mindenképpen túl van. És nem merjük, se minden esetre nagyon szép volt az a mondat egyébként, amit az apuka mondott, hogy titkon bízom abban, hogy a fiam felülmúl vagy engem, ugye ezt mondta Lisztes Krisztián a fiáról. Hát mondjuk nálad nem tudom, ez a mondat meg tudná állni a helyét, azért, hogy a fiad téged felülmúlna, azért kapuba, az egy szép teljesítmény lenne. Nem, igen, az ott biztos nem. De center, az viszont nagyon fontos. Az kell, ugye azt az mondom, kell. Az mindig is egy sarkalatos kérdés volt, ugye a center pozíció, most itt belegondolunk. Igen, és bízom benne, hogy azért nem ő lesz az egyetlen fecske, mert nincsen, kevés van, nem vigyázunk rájuk. Fecske és szecska. Nem ér sokat, igen. Nem ér annyit, amennyi harcot és hogy mondjam... Küzdelmen. Nem csak küzdelem, hanem sokkal inkább kockázatot jelent. Az, hogy bemész, és akkor lehet, hogy 23 évesen úgy megtépik a fejedet, a nyakadat, hogy aztán véget ér a karriered. Szerintem amúgy vigyázhatnánk jobban a saját kis centereinkre, nem csak edzők, hanem úgy teljes országban. Hát kockázat, gyerekek, anélkül azért nincs siker. Még egy nagyon érdekes magyar kockázatos produkciót tárok elétek. Suhajda Szilárd, ugye, aki most neki indult, nem tudom, tudjátok-e, a Mount Everestnek, ő lett az első magyar, aki oxigén, extra oxigén palack, illetve serpák nélkül feljuthat az Everestre. Erről mi is a Mandérnével fogunk számolni azért. Te vadászpilóta akartál lenni egyébként, nem? Olyan magasan repülni, ha jól tudom. Ha?
Ahhoz nem kell magasan repülni, a lényeg az, hogy rakétákat lehessen lövöldözni velemfére, de majd minden álmom kérdezzük meg, mert az egyik kedvenc menedzser könyvem, amit közgáztanszék vezetőjétől kaptam, az arra az volt írva, hogy sok hely van a csúcson, de annyi azért nincs, hogy leülhess, úgyhogy ha följut, akkor elmondhatná, hogy vannak-e padok. Igen. Esetleg. Meg fogjuk tudni tőle. Hát most minden esetben nagyjából még egy bő hónap van, most már ott van az alaptáborban, Szilárd, aki egyébként egy fantasztikus tanárember, egy édesapa, egy szuper személyiség, aki tisztán mászik, nagyon fontos, környezetvédő módon egyedül, úgyhogy drukkoljunk neki, mindig, és kövessük az útját. Mindig féltem ezeket a hegymászókat, pláne amikor egy ilyen csúcsot akarnak, nem is tudjuk elképzelni, milyen mik jönnek szemben, milyen hát kihívások. Bizony. Minden esetre azt gondolom, hogy neki talán valóban minden esélye meg lehet sok próbálkozás után. A társasház aljából télen, és -60, és szembe fúj a szél, és visszamész, akkor azért elképzelheted, hogy az a nulladik szint. Mikor jön a tél, akkor ugye mindenkinek, ugye minden háztulajdonosnak ugye a ház előtti utca rész már ez az új pár éve így van, neked kell tisztani. És én csomószor úgy, hogy nem érek sem, oda, vagy hirtelen jön egy fagy, és akkor hétvégén ott vagy, nem tudom azt felsózni, meg felszedni, és az volt egy nagyon egyszer, de pont csak az enyém előtt nem volt, és jöttek a gyalogosok, mentek, addig rendben volt, hogy nem számítottak rám, olyan színű volt az a jég, mint az aszfalt, hogy ott majd a járdának gondolni. És azt látom, hogy így kapaszkodnak a kerítésembe, így emberek, és úgy mászkálnak. Mindenhol van kihívás, nem csak a mondtam. Abszolút. Na, úgyhogy záró üzenetként mindenki söprögessen a saját kertje és kapuja előtt, de söprögessen, jó? Mert egyébként különben nagy probléma lesz. És nézzétek meg a nemzet aranyait, mert érdemes, jó? Így tehát van. Ha valami komoly dolgot szeretnétek látni, sok-sok sírással, sok-sok nevetéssel akkor ott a helyetek a moziban. Utána olvassátok az ezüst tokint. Az arany után. Jó? De ebben van kellő komolytalanság is. Hát kell is az. Na jól van, köszönjük szépen, söprögessetek. Fater Polo? Idősebbektek Fater Polo. Nálatok egyébként megáll a helyét a Fater Polo. Na köszönjük szépen. Boldog anyák napját. És köszönjük Zoli, hogy márkás Polo, mert ez a Marco Polo. Ez milyen Marco ez a Polo? De jó volt. Neked is a támogatók. Mi is. Köszönjük, sziasztok. Bye. Viszonthallásra. Két hetente jelentkezik a Jobb Felső Pipa, a Mandiner és a Sportimádók fésületlen podcastja. Folyamatosan frissülő tartalmainkért pedig iratkozzanak fel a csatornánkra.